köszöntelek benneteket. Régi nagy vágyam volt Sissinghurstbe eljutni, aki figyeli a Gardener's World részeit és az angol kert műsorokat. Ez egy nagyon-nagyon híres kert, hiszen az a első tematikus kert, ahol egy fehér kertet hoztak létre, közepén egy óriási fehér Ramler rózsával, és az egész kertrész csak fehér virágokból és ezüst levelű virágokból áll. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon híres kert, úgyhogy oda is bemegyünk. Itt ez a görög résznél álltam most meg. A tulajdonos házaspár görög országba szeretett nagyon utazni, és létrehoztak egy ilyen kis görög kertet. Pontosabban próbáltak létrehozni, de sajnos idő előtt meghaltak, és most egy pár éve az emlékükre felújították, sőt, kialakították ezt a görög szárazságtűrő mediterrán kertet, de végig megyünk és mindent megmutatok. Kevésszer mondom azt, hogy sokkoló, de ez a kert tényleg sokkoló, hogy fantasztikus szép. És ahogy teremről haladunk tovább, egyre lúgbőrösebb, egyre csodálatosabb. Úgyhogy tartsatok velem és nézzetek meg a Vault Gardent is. Csodálatos beültetések vannak bármelyik részébe is megyek a kertnek. Ez a Vault Garden, a falakkal körbevett, nagy téglafalakkal körbevett kert. És az igazi csoda beültetés, ami az én mániám, és tényleg azt mondom, hogy talán ez az egyik legszebb kert, amit életemben láttam. Hiszen pont azok a növények vannak nagyon dúsan beültetve, amiket én is imádok, ezek a rovar, madárbarát, évelők. Tobzódnak, egymásba belegabajodnak, egymást kiegészítve, egymás szépségét kiemelve. Tényleg csak a szavakat keresem, meg hát nem is kell beszélni, tényleg a növények eladják magukat, fantasztikus szépek, és ez a lilás, fehéres, rózsaszínes szín skála vonul végig az egész Vault Gardenen, úgyhogy tényleg nem is tudok mit mondani, inkább mutatom nektek. És a nagyon dús, nagyon vidéki kert közepén pedig van egy nagyon formális tiszafából metszett köralak, tökéletesen ápolt gyeppel. Ez mint egy ilyen napóra közepén kis nyugalmat áraszt, és ebből lehet jobbra-balra minden irányba átérni a nagyon-nagyon dús, nagyon mozgalmas, brutálisan teleültetett csodálatos cottage garden stílusba. Itt a díszhagymák, rózsák, bangiták, habszegfű, peóniák,
És hát itt is, ahogy látjátok, amit én is mindig, ahogy tervezünk, minden ágyásba tervezünk fákat, hiszen ezek emelik meg a teret. Ha csak alacsony növények lennének, akkor az egy kicsit olyan összenyomottá tenni a kertet. Kellenek az emelt magasságot adó növények, természetesen nem mély árnyékot adó fák, de kicsit kisebb díszcseresznyék, japályuvarok, vöröslevelű, vérszilvát látok itt. Tehát kellenek a fák, csak persze nem a nagy, mély árnyékot adó fák. És tényleg művészi szintre van emelve a fal elé nevelt növények. Itt egy füge fa, kanyarog, de ugyanígy a rózsák, és hihetetlen művészi pontossággal vannak tekergetve és nevelve az ágak, és látszik, hogy nem tegnap kezdték el. Jó pár évtizede nevelgetik, gyümölcsfák is vannak így, és minden út végén egy-egy fókuszpont, ajtók, padok, dísztárgyak, ilyen virágtartók, itt is egy ilyen átlátás, ezeket nagyon fontos alkalmazni kertekben. A Volt Gardenből átlépve egy tiszafasövényen, teljesen más világba kerülünk. Virágos mező, fűfélékkel, gyümölcsössel, ilyen orchard garden, itt is csak a széle van levágva a gyepnek. Ilyen kis vidéki házikó, futórózsák itt kordorra nevelve, hát ez majd álomszép lesz, mikor nyílik. Azt hiszem, tényleg nem láttam még soha ennyire gyönyörű kertet. Szóhoz nem jutok, csak kapkodom a levegőt. Most így végig rohantam, és most biztos, hogy még vagy két-háromszor végig megyek, és most fel is fogom, hogy mit látok. Azt hiszem, ez mindenféle Chelsea Flower Show-t mindent üt. Itt a kertészkedés legmagasabb foka zajlik. Évelőkkel, rózsákkal, az építészettel, a tájépítészettel, mindennel. Azt hiszem, ide, aki kert szerető, kötelező eljönni. Nézzétek meg ezt a lila akács tönköt, tehát ez ilyen 30-40 centi vastag, látszik, hogy nem éppen ma lett ideültetve, és ezekre a nagy vastag ágakra van minden évben visszametszve, mert ezek hordozzák a virágot, tehát nem a kis vékony hajtások, tehát nem is ezek, ezeket majd most is le fogják vágni, visszavágni, hanem a régi fás hajtások hozzák a virágokat. Tehát évente akár többször is kell metszeni, ezeket visszavágni, mert ezek nem fognak jövőre virágozni. Ezek a nagy vastag ágak fognak nektek jövőre virágot hozni. És a leghíresebb rész a White Garden, a fehér kert, a tiszafa sövény után kezdődik. Ugye erről lett a leghíresebb Sissinghurst, erről híresült el, persze a többi része is álomszép, de ez az a rész, ahol csak fehér növények virágoznak, úgyhogy gyertek, megmutatom. A tiszafa sövény után kezdődik. És
ott sajnos a középső pavilonon most az a fehér ramle rózsa nem virágzik, de hát így is fantasztikus. Még az orgona viszont virágzik, a taliktrumok, a borkórók, a díszhagymák, íriszek tömege. Kertekben azért érdemes ellátogatni, egyrészt a csodálkozáson kívül, hogy ötleteket lopjunk el, és otthon ezt alkalmazunk. Nyilván nincs mindenkinek 8-10 ezer négyzetméteres kertje, de ezekből egy kicsi részletet is el lehet lopni, akár itt a beültetett cserepeket, hogy hármasával hogy vannak elhelyezve, hogy vannak a levélstruktúrákkal, a színekkel játszva, hova vannak fölfuttatva a növények. Tehát azért is érdemes kertlátogatásokra járni, akár hozzám, vagy a másik 10 magyar látogatható kertbe, de bárhol a világon, hogy ötleteket vegyünk kölcsön, és ezt alkalmazzuk otthon. Szoba, ez pedig ilyen tüzes, narancsos, sárgás színekkel van tele. Szinte íg az előző lila rózsaszínhez képest, mint a lángolna. Sokan egyébként nem szeretik a sárga színt, szerintem meg nagyon hozzátartozik a kerthez, a nyárhoz, a meleghez, a naphoz. Nem is értem, hogy nem lehet szeretni. Különösen itt remek példák vannak erre. Tényleg, csak érdemes lekopírozni, lemásolni. Egyébként ezek nagy része abszolút otthon is ültethető, kapható. Semmi olyan nagy különlegesség nincs. Nyilván itt cserepekben vannak olyan növények, amiket nálunk sem lehetne átteleltetni, csak cserepekben teletet is, de a többi abszolút ültethető, és ajánlom is ültetni.